Ez aztán a zene, figyeld. Hilltop. De most bementünk a hegyekbe. Kösz. Kösz szépen. Kösz szépen, télsz, hogy megbasztál az anyámat, megbasztad. Nagyon szép volt. Fantasztikus volt, komolyan. Miattad haltunk meg. Alig várom, hogy itt legyen legközelebb is. És bosszantó, ugye? Igen. Bocs, hülye vicceim. Nem rossz, hát jó ez ezt te. Jó ez, Penfi, ne aggódjál. Minden rendben. Jó volt ez, bosszantó bozni. Majdnem el. Tényleg elbasztam. Most. Most lesz a jó, azaz. Az meg. Nem baj, srácok, ma amúgy is azt terveztem, amit terveztem, és tartom magam. Nem érdekel, tartom magam. Hát tudom jó, hogy ezek milyen hosszú játékok, szóval éppen ezért mai nap nem állunk meg. Mai nap nem fogunk megállni a Sonic 2-re. Végig nyomjuk a Sonic 2-t, és amint véget ér, megyünk, új streamet fogok indítani a faszomba, és elkezdjük a Sonic CD-t. Na az meg egy órás. Azt mondom, hogy az is rohadt rövid, és egy Sonic 3-nak nem kezdenék neki, mert azt mondom, hogy az hosszú. 4-5 óra szerintem biztos, hogy van. Hát jó, nem 4-5 óra, hát 3 biztos, hogy van, vagy 4. Most már nem. El. A hajnali mulatunk, pontosan. Bazd neked, ha már ennyire elkéstünk most időbe, amúgy is úgy terveztem, hogy 5-kor nyomok egyet, aztán akkor itt megyek a Sonic 2, aztán akkor majd este visszatérek, majd visszajövök. Így viszont most nem lesz megállás. Nem lesz megállás, bazd. Nem lesz itt megállás. Megállás nélkül toljuk. Siessél már! Jézusom, bazd meg, majdnem megdöglöttem a picsába. Hajszál híja volt. Azt nehogy ezt itt hagyjad. Azért mondom. Ennyi. Úgy, most hirtelen nem emlékszem, hogy mennyi pályája van most a Sonic 2-nek. De aztán kettővel több, mint a egynek. Egyébként az annyiban jobb egyébként, sokkal jobb egyébként a kettő, mint az első rész, mert sokkal kidolgozottabbak a pályák. Érdekesebbek, izgalmasabbak, sokkal jobban tetszik tényleg ez, hogy most itt van Tails mellettünk, és egyébként ilyen kicsit ilyen kópos feelingje van, meg aztán lehet is aztán kópba tolni, jól tudom. Mondjuk ebben is erre nem vennék mérget. Hát is régen azt hiszem valamit lehetett, valamelyiknél lehetett. Nem biztos, hogy pont a kettőnél, de... Ad egy kis feelinget egyébként, hogy nem egyedül vagyunk most már. Siessünk, baszki! És mi van? Hogy kell felmenni? Ott. Egyébként, mert bazdag emelkedik a láva szintén, nem tudom, mi az Isten emelkedik most. Jó. Ennyi. Ennyi bazd. Szóval kidolgozottam. Bosszai is ér kicsit érdekesebbek, mivel hát attól független bosszok itt is ugyanaz. Csak egben kb. Senki más. Mert a klasszikokban szinte csak ez van. Van itt azért egy boss van, azt hiszem, ami nem Eggman egyébként, hanem a robotja. A CD-ben is egy van, háromban egy kicsit több, három max. Azt azért figyeled azért. Kis télszecske azért odakult rendesen. Ennyi volt, bazdmond.
Meg közben fontosabban azért pattogott a fején bazzag, azt milyen szinten adta az áldást, na ez mondom. Sokkal egyszerűbb. Itt lazán megvan minden. Nem, srácok, megint speedrunolunk, srácok, megint. Ezért a harmadik pálya volt legdurvább, de viszont get jó zenéje van viszont. Meg egyébként jó kis pálya ez is. Spooky, nagyon spooky. Spooky pálya. Spooky pálya, minden kurva anyja. Hoppá, ezt figyeljünk. Nem szarból van a kerítés azért. Látszik, ez is. És ma nem is szól semmi vöröset. A fehér bor van a soron, igen. Hát igen, mert az első nap veres bor volt. Aztán utána... Jubilé! Jubilé! Veres! Ott volt a sepp, azt ki nem hagyjuk. Ki nem hagyjuk azt. Akkor is oda megyek. Hatodik haszakad. És nem fog tudni oda menni, bazd meg. Menni akkor le van szarva. Majd csak nem halunk meg. Most megint nyerekbe vagyunk. Most megint nyerekbe érzem magam. Megint belendültem. De repüljön már a faszom télhez, bazd meg. Mi van? Nem ugrik többet. Nem térszecskével kéne esetleg lefüldösni? Szóval most megelégettünk egy izével. Vizecske! Vizecskével! Jaj, ennyi. Mert persze jobb volna el is találni. Dolgokat. Hú, de közel voltad most. Majdnem megpusztult, mondjuk ezt szóba. Egy szó pörköltbe. Ennyi volt. És nem hatunk meg. Most se. Én mondom, de elsőben a Marble Zone volt az a vízválasztó, az áttörés. Onnantól kezdve daráltunk végig az egész pályákat. Itt meg az a tököm tudja dzsungeles pálya volt a tempölös. Még most pont nem figyeltem meg, hogy hittek. Volt az áttörés, és most mindenen átmegyünk, átgázolunk a tömegen. Majdnem azt hittem. Nem hagyjuk magunkat, hogy már ki más is érvényesüljön. Itt csak mi érvényesülhettünk. Az meg. És most az Invincibility Prime most megbasz mindenkit most. Itt most sebezhetetlenek vagyunk most jelenleg ebben a pillanatban, ebben a fázisban. Itt most senki nem állíthat meg minket. Persze, hogyha leesünk a szakadékba, akkor persze, akkor igen. Az mondjuk megállíthat, meg esetleg, hogyha valaki szétnyom minket a geszibe, akkor meg igen, akkor is. Most srácok, ez még csak egy kis bemelegítés, gyorsan át kell endülni itt a klasszikus geciken. Jó, nem egyébként jók ezek. A klasszikusokon át kell endülni, és akkor jön a 3D-s. Azok lesznek ott a izé, ott leszek igazán Chad. Ott leszek ott a nagy izé. A VIP. Az MVP. Ott leszek az MVP-be, az meg ott szép baszok minden. Ja, azt felementem. Jó. Így gondoltam én is. Nem most lesz mindjárt a boss, de most jön a boss. Melyik is ez? A retardált fúrós. De jó volt.
És a random jön ez a repülősös megoldás egyébként, hogy Tails fogja azt meg kell repülni. Néha működik, néha nem. Néha engedi, néha pedig nem. És ennyi volt. Amit az... Esélye nincs, aki segben kének be ezeket a kettesbe. De most ketten vagyunk, és aztán végképp. Szóval... De én már be vagyok készítve már italozással egyébként. Jó volt ez a furcsa zene egyébként. Ez a furcsa az, hogy csak hang. Na mindegy. Oil Ocean. Szóval most jó kis füzeskét iszok. Persze már, mihogy általában én amúgy is ilyen szomjoltó geszi vagyok, amikor kikonkrétan annyira gyorsan kiszárad. Nyilván annyit popázok, hogy megállás nélkül, hogy menem el a szem. És ezért muszáj a folyadékpótlás, elengedhetetlen a folyadékpótlás. Ezért két üveggel is hoztam, jó másfél liter folyadék, ami még egyébként még így is kevés. Miért nem ment tovább? Így, azért mondom. Jó. Mert néha eláll ez a propelleres ellenfújás, ellentartás. Ez is egy faszatája egyébként. De egyébként most csak úgy mondom, hogy a Sonic 2 film gyakorlatilag annyiban veszi át a Sonic 2 történetét, hogy ott van Tails. Ennyi. De főképp itt inkább a Sonic 3-nak a történetét dolgozza fel egyébként a Sonic 2 film egyébként. Amit hát nem csodálunk, mert a Sonic 2-nek nem nagyon van története, ezért... Nem csodálkozok, hogy a Sonic 3-nak a történetét vették alapul inkább, mert annak azért kicsit több sztoria van. És annak tényleg ad a sztoria, mint ami a filmben is van. Hogy Knuckles megérkezik, eltűnik először a Tessin helyén, és hát igen, hogy az, hogy manipulálja Eggman's tudásan, hogy hát akkor még nem ismerte még Sonic-ékat, úgyhogy ilyenkor még kurva könnyű volt, vagy kibaszott naív karakterről beszélünk. Akit nem tudjuk megvezetni, mi vagy hát nem éppen egy szociális emberről beszélünk őszintén. Szociális karakter, hát nem ember, hát értitek, miről gondolok. Egyébként már nincs olyan sok hátra már, hogy... Nem? Én már egy órája tart a stream, és az első 15 percen még semmi nem történt. Már 40 perc. Feltehet is tényleg ezt másfél óra lesz, bazd meg. De most ha jól emlékszem, azt tudom jól, hogy itt lesz a mi repülős rész majd. Ahol majd a repülős rész, ez ott lesz majd a vége fele. Repülős rész. Be kell repülni a Tails-nak a tornádójával, mi egyébként igen, a Sonic 2 filmben is benne van, a repülő. Azzal kell felrepülni az Eggman-éknek a bázisára, támaszpontjára. És ott lesz majd a faca egyik legnehezebb klasszikus Sonic játékoknak a bossza. Defeg robot, baznak, amit ja, egyébként még ezt is átvették, jó, hiába, ezt is átvették a Sonic 2-ből a Final Boss-t. Gyakorlatilag az a nagy-nagy robot, akivel küzd a Sonic a végén. Melyikben lesz látta osztrák gőzött kesketelje? Hát... Az a izébe. Pornhubos Sonic nem tudja, hogy nem abban. Ja, az nem, ez egy másik filmben van. Na azt a játszat, az teljes mértében be, ezért improvizáltak, vadonatúj sztori egyébként.
És bazd meg, ott hagytam a gyűrűket, teljesen jó. Nem tudom, hogy ki ismeri a Pornhubot, Sonicot. Én nem ismerem egyébként. Most sem mondom, ennyit erről. Megye. Úristen te, hát majdnem megpusztultam. Szerencs, hogy itt bazdmeg visszatudok még itt ugrándozni itt a elsüppedés előtt. De jó volt. Igen. Na! Végre! Pisto! Hát végre csatlakoztál köreimbe. Azt hittem már nem fogsz jönni a nagy Sonic tapanos fanos panolásaiddal. Azt hittem nem jössz. Megértem, hogy a izé... Nyilván tudtam jó, hogy egyébként, hogy... Sőt, még ennek is már örülök egyébként, hogy megtisztelsz helyetet, de azért... De nem könnyű úgy releváns lenni, mint streamer, úgyhogy a Gergő is streamel éppen, úgyhogy gyakorlatilag az én streamer minőségem az eltörpül Gergő streamer minősége előtt, mellett. Úgyhogy ez már külön öröm. Megérkeztél gyakorlatilag, már itt járunk már. Mindjárt vétoljuk a Sonic 2-t. Mindjárt végigbasszuk a Sonic 2-t is mindjárt egyébként. Hát az izé a... Itt is volt egyébként. Itt is volt ilyen áttörős pillanat. Itt is volt az a pillanat, hogy át kellett törni. Mint a Marble Zone-ba, az elsőbe. Itt is volt az a harmadik pálya volt, amiben sokat szoptam. A Chemical Plant után. Az izé... Az a dzsungel templomos tudsz. Nem emlékszem hirtelen a pályára. Barlangos részén mindig basszam. Ezért gondoltad a... Hogy fejtettem el most bazzag az a barlangos rész, igen, ahol ott ilyen indákat kell lehúzzál az adahoz, hogy ezért elemelkedjél, meg ott ilyen csapajtokat kell nyitogatni, az ami ezelőtt volt. Csak elfejtettem a nevét. Én azt mondjuk élvezem. Az egész jól átmentem rajta. Warhaft Sonic. Szóval a srácok, igen. Kristóf nem merem fogadni, hogy te ismered. Tudod te, hogy miről van szó? Tudod te? Itt lesz a vége, most sem mondom. Itt lesz a boss. Most. Itt van. Igen, az. Aha. Hú, sikerült felvenni az egyetlen egy kedvát. Jöjjt a szemmel tizél támadni. Azt hiszem. De csak én voltam a hülye. Mert a dzsungelessel szoktam sokat egyébként. Legyelőre, de az volt az a pillanat, amikor tényleg az a áttörés volt utána. Utána meg egész simán átmentem a többi pályán egyébként. Ez egész jó. Sikerült most? Most jó volt. Jó sokat levittünk most az életéből. Most amint meg lesz Sonic 2, egyből a Sonic CD-ből. Ne! Úgy ma azt hittem, hogy én haltam meg. Melyikre gondolsz egyébként, Kristóf, hogy melyikben van a Émély és Zsuzsot? Nem maradtam, várjál. De. Azt meg idiót, a fottó forrátokat. Utolsó izé... Váh! Kurva élet. Ja. Igen. Hát, természetesen egyébként. Ne! Ezt már most elkúrtam, ezt már. Gyűrű nélkül jó lesz. Hívás lesz. Bazd meg, tényleg. Hú.
Necces lesz egyébként, mert most érzem. Kurva jó lesz. Úristen, very fast. Basz meg. Hú, és sikerült. Én most az egész... Mi a fasz most? Ez tök gyorsan meg lett most. Szép animációk amúgy. Ó, volt a legjobbak, a legjobb animáció. Olyan kecsesek. Kecsesek a nagy döngölések. Hát, nem véletlenül mond, nem véletlenül. Nem véletlenül van odaírva a színbe, hogy dupla farkú behatolás. Kérem szépen. A Metropolisnak 6 a zenéje van. Meg a pálya is egész jó, azt hiszem ennek. Azt hiszem, úgy emlékszem, hogy jó pálya volt ez, azt hiszem. Ja nem, ez nem volt jó pálya, mert ez a puzik csillaggecik, ezek megbasztak mindig. Jó, nem egyébként jók ezek, csak hát kurva lényegestőek ezek a csillag szarok. Köszönöm szépen a GG-t egyébként. Igyekeztem. Nem hittem volna, hogy én gyorsan menni fog be egyébként, alig jutottam be egyébként a Eggman-be, és egész hamar meg lett. Nem hittem volna, hogy ilyen hamar meg lesz. Ez az, nem ez az. Sokszor csak ugyan szinten át akarok futni az egészen, pedig nem kellett volna. Az előző részen is ott át tudtam volna platformingolni a picsába, de... Nem sikerült. Na, ez az. Hát majdnem azt hittem. Sőt, nem azt csinálom, hogy a Sonic CD-vel majd megvárom a Gergőt. Megvárom a Gergőt. Ihi. Mert reggel intottam pár tesztreamet, de az úgy csináltam, hogy elvileg már jó lett volna, de mikor lájtottam az élőt, letiltotta. Letiltottad? Izé, YouTube. De milyen szar már ez egyébként, hogy most ilyen gyorsan letiltja. De csak ilyen szerzőjogi követelést kaptál, nem? Egyébként én pont úgy volt, hogy amikor éppen munkahelyen reggeliztem, kajáztam, akkor pont láttam. Pont láttam, hogy izé, hogy nyomtad a streamet, és ott izé Crash Bandicootot nyomtad. Nem, csak akkor pont úgy tudtam nézni, hogy pont az, amíg a kezdeti teszteléseket nyomtad, és akkor még hát nem volt valami jó a kép, még akkor még nagyon akadozott a tudsz. Hát egyet tegyünk fel. Akkor utána már jobb volt akkor. Most sikerült utána már kicsit. Micsoda? Azt írta azért, mert védeni kell a gyerekeket. Védeni? Mivel kell védeni? Forager stream volt. Védeni kell a gyerekeket. Mi a fasz? Mi az, hogy védeni kell a gyerekeket? Itt nem tudom a szín, nem tudom YouTube-on, hogy van a streamelés, az élő közvetítés. Visszamegy ilyenkor az a szar? Kurva jel ebbe. Mit tudom én? Lehet, persze, lehet küldeni, lehet, nyugodtan. Nyugodtan küldjél linket, nyugodtan. Lehet egyébként, hogy még a régi szabályzatomban, még amit 2 évvel ezelőtt írtam meg, még akkor azt mondtam, hogy linket küldeni tilos, de... Neked lehet. Jaj, maximum csak érzéknek, ilyen gyanús embereknek, ilyen megáltalkodott, ilyen pénisz pörpergetyűs embereknek esetleg azoknak nem szabad, de azon kívül mindenki másnak szabad. Nagy embereknek szabad.
Brexit. Brexit vagy Kristó. Brexites Kristó. Bazd meg, elbasztam. Kristófnál már Brexit van. Én nem maradtam le egyébként semmilyen izéről? Hát én ezt csinálom itt a izé, nem azt csinálom itt a Gergő, hogy átszaladok itt a izé olvasmányokon, itt elolvasok minden. Én is ismerem be, szerencsére a 100 éve ez a ném, de sosincs szerzőjog kikövetelés. Na, látod? Igen, mert már YouTube se ismeri már az zenéket. Hát lehetséges egyébként, hogy hát nyilván mondom, zenékre is vannak azért bizonyos időkorlát megadva, és így a régi zenékre valószínűleg nincsen szerzőjog. Mivel hogy a régi zenéknek a szerzői már nem élnek, úgyhogy ezért nem kell szerzői díjat fizetni. Nem kell díjat fizetni a szerzőnek, aki így ad al. Egyébként. Aki a dallam. Mert ha most mondjuk izétől, legújabb izétől, akárkitől, Bruno Mars-tól, aki kéne valamit izét feltölteni, akkor egyből kéne bazdmeg egy izét, egy ilyen szerzőjogi követeléseket egyből kapnál, mert egyrészt új, viszonylag új zenéről van szó, másrészt meg hát amíg él a szerző, addig kell a szerzőjogi követelésekkel kell bajlódni, meg jogdíjat fizetni kell. Érte. Kell a izé. Kell a kurva anyja. De tudtam, hogy ez lesz, geci. Úgy tudtam. De még szerencsé volt ez a pajzs. Jó ez a pály egyébként. Vagy mégse ez. Vagy mégse. És álljon. Szerencsére semmit nem kaptam értem, mert védem a gyerekeket. Ennyi, az meg. Te egy családbarát. Családbarát streamere vagy. Kis kedves Kristó. Azt mindig megkérdi, hogy való a gyerekeknek. Hát igen, nem tudom, hogy a streamnél hogy van, ezt akartam befejezni, nem tudom, hogy a streamnél hogy van, de a videónál ott be lehet állítani, be is kell, vagy be lehet állítani, hogy ez a tartalom gyerekeknek készült, vagy nem gyerekeknek való, nem gyerekeknek készült tartalom. Hat készülsz feltölteni. És OBS balra nyomok mindig, de a JT szerint így is védeni kell őket. Hát az igen. Kurvára el van a szávat YouTube-nál, bazdmeg. Olyan szinten be vannak fosva itt ezt izék. A YouTube-ok, bazdmeg, YouTube készítők nem képesek felfogni, bazdmeg. Csepp izé komolyság van itt a történetben, már ebből van probléma. Szerintem nekem nem ezzel szokott által a probléma, hogy nem gyerekeknek való a tartalom, hanem tényleg az, hogy a zenével általában. Nekem általában tényleg a zenékkel vannak lenni a problémáim egyébként, mert ott szokott általában mindig baki lenni. Mert mindig, amit berakok általában a starting screen be zenéket belakok, az mindig szerzőjogos. Most például a Sonic 1-nek a streamjét, néha amikor beraktam a Sonic 1-es OST-ket, számokat, arra is kaptam egy izét, jogvédelmet egyébként, és úgy lenémítást. Az első 5 perc le van némítva egyébként a streamből, a napi streamből egyébként. Mindig anyom bok, hogy nem, kapta egy új feliratkozást. Na ennyi bazzai. Lehet csak pedóka, hát lehet egyébként. Akarják védeni a saját gyermekeiket. A rosszaságtól, majd én megtanítom nekik majd, majd megmondom nekik, hogy kell itt az éppelenkát cserélni. Kurva életben. Na bazd meg. Nem baj, maradt még egy gyűrűs János. Oké, okay, jók vagyunk, nem vagyunk jók. Jó. Oh, yes. Azért ez a Metropolis már hosszabb azért sokkal, mint még azt képest mennyire mondtam még az Emerald Hillnél, meg a
nem éköplen, hogy hú, milyen rövidek a pályák. Hát itt már azért annyira nem. Még ez a jó. Nem ér véget, bazd meg izé... egy perc alatt. Az Emerald Hill-es pályák azok tényleg izé egy perc volt az egész. Első zóna az 55 másodperc volt. Tudom, nem kicsit sírtam. A szomorúságtól sírtam. Halódott lettem. Menjél már rá, hát. Nem ugor ekkorát, nem ugor annyit, amennyit kéne. Jó van. Ha nem játszottam végig a Sonic 1-et, nem kaptam semmit a játékban lévő zenék miatt. Egyébként a... most így a játékban megy a zene, az a nem volt probléma. Az a nem volt baj érdekes módon, azt nem tiltotta rá, nem volt szerzőjogi követelés. Azzal, amikor a Starting Screen-ben játszottam le. Furcsa. Nyilván most azért nem, mert beszélek közben, és így pofázok közben, és így nem nehezebben ismeri fel a zenét, a YouTube algoritmusa szerintem. Meg hát a Twitch-ek is az algoritmusa, most persze sikerült. Jó, sikerült. Jók vagyunk egyelőre. Úgy tudtam, Geszi, úgy tudtam, tényleg. És már kifolyott a jézőgyűrű, eltűntek mind. Annyira hülye vagyok ilyenkor, bazd meg. Jó. Most nagyon kell figyelni, bazd meg. Annyi csillag van itt. És egyetlen gyűrűm sincsen, bazd meg. Egyetlen egy se. Jó, most már van. YouTube is folyton változtatja a szabályait, aha. Én is így gondolom. Ez a jogot tesóm egyik kisfilmjében úgy cseleztük ki, hogy átjöttem zongorára és kicsit átalakítva alájátszottam. Még moziban is bemutatták. Igen. De mi ez egy izé volt? Kisfilm. Bemutatták mozikba a tesódnak a kisfilmjét. Mi volt a címe? Hát, ha ismerem. Mondjuk én nem hiszem, de... azért hátha. Itt már több akt van. Itt ennek már három aktja van ennek a Metropolis pályának. Most már emlékszem, hogy van egy-kettő pálya, aminek már három zónja van, három aktja. Jók vagyunk. Hogyne? Szerintem eljátsszuk még egyébként egy párszor szerintem. 20-szor. Most komolyan most el kell távolodjak a faszba. Nem már. Mi van? Annyira azért nem menjünk messze. Most mi van most? Ne basszom már, te jó Isten. Majdnem megbutfaszottam. Ha már egy moziban vetítik, ad már is egy teljesítmény egyébként. De bassz már meg direkt 10 év vissza! Jó, ezért utálom ezt a pályát, bassz meg. Ez is kurva kis csillag, geci.
Remélem több már nem lesz. Azért mondom. Üdés. Nyáltok picsájába bele. Egyelőség jó. Ennyi. Azért már most ásítozok, mi ezt majd a Sonic CD alatt. Nem. Ott jobban fogok élvezkedni. Úgyhogy a Sonic CD-t jobban szeretem, mint a kettőt. A kettőt is szeressük, de... De a CD az... Nálam favorit a klasszikokba. És nyilván egyébként ez a legrövidebb Sonic klasszik játék a main klasszikokba. Csak... Ohaj, fasz meg, keci. Hol is volt ez a... Checkpoint? Most volt? Most volt, jó. Hallelujah. De nekem nagyon tetszik a hangulata a Sonic CD-nek egyébként. Olasztóan tetszik. Ez a idő megkavarás, meg ez egy kicsit már másabb és érdekesebb, kicsit érdekesebb sztori, és nagyon kreatív pályadizájn, konkrétan talán a Sonic 3-nak is, de a Sonic CD-nek ugyanúgy kurva jó a pályadizájnja. De bazd már meg, geci, ott voltam a... Kurva faszopó. Igen, kurva lényán, bazd meg. Csesszopó, pics... Na, azaz. Végre továbbítottunk most valami másfalra, másmilyen helyre. Már faszom ki volt. Mondjuk az amúgy is kint van, de... Ja. Hoppá. Lerántottam a leplet. Kint van a faszom, de nem. Köszönöm. Semmi gáz, srácok. Ura vagyunk a helyzetnek. Hátjátok, és még a izi a... Gergő mondja, hogy aberált. Én vagyok a legaberáltabb a földön, egyébként csak úgy mondom. Itt van egy másik izé, kurva anyja. Bazd már meg magadat! Akkor... Gyere ide. Ezt teljesen úgy gondoltam én is. Kis szóper. De ki lennék akadva, ha lefeltűnjük a csatornámat, 4 év 80 videója mehetne a kukába. Hát igen. Nekem meg kb. 500 videó menne a kukába. Én azt hiszem, vagy 400. Valamennyi. Kiszámolja már. Valamelyik hétköznap reggel ébredhette azzal a tesóm, hogy mik ezek a videók. Mik ezek? Mi történt? Én meg még fel sem vagyok ébred, úgy törlöm le a videókat, meg változhatok elszok, miközben meg ugye félek is. Azért késtem suliból majdnem el. Ja, az igen. Bocsánat a késésért, tanár úr, csak hát feltölték a csatornámat, ezért sajnos muszáj volt intézkedjek. Hát a bevételem számított, fontos volt a bevétel. A bevételem elúszott. Elszok. Hogy lesz így bevétel? Most nem baszol ki velem még egyszer. Köcsök. Csillag Patrik, geci. Nem lesz több csillag, de hogy ne lenne? Persze, hát most meg nem kellett volna ugorjak, de jó vagy. És nincs több gyűrű, bazd meg, nincs több gyűrű. Szóval. Ez is már negyedik perce megy. Ez a Metropolis pályában az neked, ez maratonja hosszúságú. Kicsámból kortyolnál, bazd meg, eszi. És ide! Hát, hogyne! Belag volt a Sonic, bazd meg, már nem bír menni. Azért mondom, bazd meg, úgy mozogjál,
nem kapsz gulyás leves testére? Meg nem mesz pakolós kalács estére? Az nem miért ugrok ezért? Isten áldjon meg kérlek. Mi most? Tudom, hogy itt fog jönni. Itt lesz mindjárt. Megint meg fogunk volni, bozzeg. Köszi Istenem, ez meg tényleg. Tényleg kell készülök, és ez vár anal szexbe, az meg az vár rám. Metropolis. És ez a Metropolis most olyan, mint a Sonic 1-ben a izé. Kurva anyja a pálya. A tököm tudja, milyen pálya az meg a Brain Scrap, vagy még egyszer Scrap Brain pálya. Öljetek meg! Öljetek meg! Hagyjél már! Kezd meg! Szopom bele tényleg! Na! Ez ilyenkor tud repülni a... Redvást élsz, bazd meg, de... Nem fogsz labit... Nem fog meghalni, nem is haltam. Sőt, nem is akárhogy haltam meg. Neket is ráják, mi ráják? Sáskák meg azok megöltek. Labirint. Ja, akkor nem. Egyébként nem, a labirint nem is szoktunk egyébként olyan sokat. Meglepő módon. Már bőle sokat szoktam. Akkor nem menne Sonic CD. Mikor? Hogyha ezért? Ja? Hogyha megölök, hogyha megöltök engem? Hát tudod, van néha, van mit felkádozni a szebb jövő érdekében. A szebb jövő érdekében valamit mindig fel kell áldozni. Ilyen majd gondolj bele, majd a Gergő majd végigjátsza, úgyis mondta, hogy nagyon, persze, nagyon szereti. Meg, és nagyon megkedvelte a... Fú! Köszönöm Istenem! Nagyon megkedvelte a Sonicot. Most majdnem azt hittem, most vesztembe rohanok. Tényleg meg hirtelen izél, arok méregetései problémái vannak. Ha megölnénk. Azt mengeszi. Kurva anyját. Én meg hívja itt a Sonic, izé Sonic. Eggman klónja itt a picsáját. Nézd meg. Megbasszuk az összes. Összes megbasszuk. Ezt meg ne halljál már meg, hát... Legyen már kis... kvalitásod már, könyörgöm. Ennyi. És... Ennyi. Na. Jövő éve tele van már. Hát figyelj, a Sonicok azok úgyis rövidek. Mondjuk igaz, most egy franchise-ban már nem annyira rövid. Most oké, hogy itt a klasszikokban végigjátszunk egy nap alatt kettő. De majd a Sonic Adventure 1 meg 2, meg a Sonic Heroes, meg ilyenek, hát az már nem lesz egy nap.